Mi az a Shakes & Fidgets és mitől olyan különleges? A Shakes & Fidgets egy vidám fantasy akciódíjnyertes szerepjáték. Őrülten hangzik, igaz? Hisz több mint 50 millió játékos teszi igazán különlegessé, híressé és szórakoztatóvá ezt a játékot. Hozd létre a saját képernyőhősödet és hódítsd meg a becsületcsarnok tetejét. De nem ilyen egyszerű a feladat, ugyanis szerte a világban játékosok állnak közted és a győzelem között a PvP arénában. Le tudod győzni őket? A haverokkal között szétalapítva sokkal erősebbé válhatsz, nem beszélve a rengeteg értékes zsákmányról, ami a tiétek lehet, ha persze jó csapatot alkottok. Állalj küldetéseket! Végezz izgalmas kalandokat! Lépj szinteket! Gyűjts aranyat! Szerezz becsületet! Válj legendává! A játék tartalmaz magyar nyelvet, így nem kell aggódnod, hogy nem fogod érteni bizonyos részeit, ha esetleg elakadsz valamelyik küldetésedben. Töltsd le a telefonodra, vagy játszd a számítógépeden bárhol a Shakes & Fidgets játékot, ugyanis teljesen ingyen hozzáférhetsz, amikor csak kedved szottyan. Használd a videó leírásában található linkeket, vegyél fel barátnak, játszunk együtt, hódítsuk meg a becsületcsarnok tetejét. Shakes & Fidgets, legyél te a legendás!
Üdvözlök mindenkit, sziasztok, az én nevem Olmegen, és úristen, eszélye van menve a hajam. My God! Szervusztok, srácok, mi a helyzet veletek? Hello, hello, szervusztok! Épp ahogy ide jutam, úgyhogy nem volt időm megfésülködni, úgyhogy most itt együtt fogjuk beállítani a hajamat, mit szólsz hozzá. Hát, nem segített semmit. Ugyan, olyan, jó kis... Á, majd veszek fel sapkát. Sziasztok, srácok, remélem lehet engem hallani, és remélem mindent láttok. Szép délután kívánok mindenkinek, szerbusztok, az én nevem Omega Kedri, és ez egy újabb élőadás, és szokásosan, hogyha 17 órakor kezdjük az élőt, akkor nagyon jól tudod, hogy shake and fidget-ezni fogunk egy órát előtte, tehát természetesen utána belecsapunk a lecsóba, és hogy mi lesz ma? Mi lesz ma? Mi lesz a mai élőadásban, hölgyeim és uraim? Egy olyan játék, amivel már régen játszanom kellett volna, de eddig még nem játszottam soha, de most, ma. Tegnapi kék halál után azért úgy gondolom, hogy reméljük ez nem fog még egyszer megtörténni. Tegnap hallod, játszottam a FNAF-os játékkal, és amikor kaptam Ennártól egy jumpscare-t, kaptam egy kék halált. Ennyi volt. Ennyi volt. Úgyhogy az ilyen ingyenes játékoknál ez a probléma felmerült. Köszönöm szépen Laura és Léna a 3-6-os tagságot. Bocsánat, ha esetleg nem olvastam be valakinek a tagságát, elnézést kérek. Szóval tegnap kaptam egy kék halált, hölgyeim és uraim. Nagyon jó volt. Amúgy nagyon régen nem kaptam már kék halált, megmondom őszintén. De tegnap sikerült. Tehát előfordul. Az ilyen ingyenes játékoknál ez előfordul, de nem lett semmi probléma. Reméljük a mai élőadásban ez nem fog megtörténni. Ma, hölgyeim és uraim, Escape the Iowa Walkie-val fogok játszani a Michael Jacksonos horrorjátékkal, ami azért is lesz érdekes, mert régen csináltam egy videót hasonló játékról, de ez a játék már azóta egy full játékra kiemelte magát, Steamen elérhető azt hiszem 10 euróért, vagy már nem tudom mennyibe kerül. Ezzel fogunk 18-szer akkor játszani, szóval horror lesz. Aki nem szereti a horrort, vagy fél tőle, akkor nagyon szépen kérem, ne nézze ezt az élőadást. Nem szeretném, hogy bármi probléma legyen otthon ebből. Sandy Chajci, köszönöm szépen a 6 hónapos tagságot, és Ace Dark 96, neked is köszönöm, tesó. És Rachel Jesus, nagyon szépen, mi bajod a hajammal, életem? Hát most mi van a hajam? Mi a baj a hajammal? Jó, már mindjárt kömélek megfésülködök, olyan nagy problémát, most egy kicsit elaludtam, na. A lényeg a következő, srácok, hogy a mostani horrorjáték, nem játszottam még soha vele, viszont Michael Jacksonos horrorjáték lesz, és ami még fontosabb, hogy a játék elvileg hallani fogja a mikrofonomat, és lehet, hogy még a gép hangerejét is, mert láttam, hogy más streamerek úgy szokták ezt a játékot játszani, hogyha jön valami donét, akkor valami hangos hangot játszik be, és akkor úgymond Michael rám fog jönni. Szóval elég csömbbe kell majd játszanom ezt a játékot, aki szeretné ezt megnézni, vagy kicsit jól érezni magát itt a csatornán, akkor 18 órakor kezdjük, addig pedig beszélgetünk, illetve tovább húzom a karakteremet. Ugye a Shake and Fidget-szel azért játszunk, mert szponzorációs tartalom a csatornán, ugye együtt dolgozok velük, és nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hát lassan már egy éve, hogy együtt dolgozok ezzel a céggel, és iszonyatosan köszönöm ezt a lehetőséget. Szóval csak egy óráig beszélgetünk, játszunk egy kicsit, fejlődgetünk, aztán 18 óra 00 perckor pedig játszunk a horror játékkal, amitől egy kicsit parázok, megmondom őszintén, mert elég hangos lesz a jumpscare egyrészt, másrészt meg, hát még nem játszottam vele, úgyhogy Adri, köszönöm szépen a 200 forintot, és itt van Kung Fu Kacsa is. Na, veled mindig ezt a mozdulatot tolom be, nem tudom miért ez már így belém rögződött. Na, srácok, remélem mindenki jól van, és remélem, hogy itt maradtok velem egészen 18 óráig. Ha meg nem, akkor gyertek vissza 18 órakor, azt is megtehetitek természetesen. Ancsi, nagyon szépen köszönöm a 200 forintot neked is, sziasztok kedves moderátorjaim, köszönöm szépen, hogy most is itt vagytok, és segítetek a munkában. Szervusztok, srácok, én most nem tudom, hogy mi a helyzet, itt fantasztikus hármasos valami event van egyébként a játékban. A hozzád hasonló mindig harcra kész hősöket, három izgalmas akció várja. Ez nagyon jó, okés. Na, tegnap itt hagytam ugye abba. Új SS fiók tettünk elérhető, mert egyszerűen korlátolhatod. Jó, persze, érthető. Köszönöm szépen, de most erre nincsen nagyon szükségem. Elmegyek egy küldetést, már fogadok is, hogy minél gyorsabban szedjem össze az XP-t. Ace Dark, szerbusz, hogy vagy? Köszönöm szépen a 2 eurót, kedves Ace Dark, nagyon jól vagyok, egy kicsit a hajam az nem áll jó, de majd felveszek sapit, hogyha majd Michael Jackson horror játékkal fogunk játszani. Srácok, holnap nem hiszem, hogy élőadás lesz, hanem videó. És pénteken pedig jön a elméletileg,
a Garten of Benben Chapter 3, és azt mindenképpen élőadásban, vagy lehet holnap csinálni egy Garten of Benben-es élőadást, az első két részt megcsináljuk élőben. Egy kicsit így felfrissítjük, hogy milyen volt, aztán pedig pénteken a Garten of Benben Chapter 3, srácok, olyan mértékben be fogom élőzni, érted, hogy besírsz itt a livestream alatt, komolyan mondom, már nagyon várom, és szeretnélek benneteket értesíteni ebben a pillanatban, amikor kezdődött itt a stream, jött itt a visszaszámláló, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, raktam ki egy videót a vlog csatornámra is. Tehát, ha még nem követsz esetleg a vlog csatornán, és meg szeretnéd nézni, amit a Mondokonon is készítettünk, meg az új jelmezemmel kapcsolatban készült videó, mindenképpen menj fel a vlog csatornámra, és esetleg nézd meg, hogyha érdekel. Ha valamelyik moderátor esetleg be tudja linkelni a vlog csatornámnak a linkjét ide a chatbe, hogy könnyebben hozzá tudjatok férni, esetleg ott is bekövetsz, hogyha úgy gondolod, hogyha a komolyabb videókra is kíváncsi vagy, jóval megkerülnek kapcsolatban, nem csak az ordibálós gameplay-es videóira, akkor ajánlom mindenképpen, hogy ott is nézzétek meg. Jönnek ott is folyamatosan a videók, úgyhogy a gameplay-es csatornámat nem nagyon akartam összevonni a vlog videókkal, mert úgy gondolom a gameplay csatornán a gameplay a lényeg, vagy meg a streamek. A vlog csatornám viszont a komolyabb hangvételű videók, amikor egy témát fejtek ki, vagy csak egyszerűen poénkodunk valamivel, de mégsem játék, hanem mégsem videójátékkal kapcsolatos, akkor azt ajánlom nektek. Nagyon jól tudom, hogy a nézőimnek a több százaléka előbb-utóbb felnő, és nem mindenkit köt már le a gameplay, viszont aki engem kedvel és mondjuk nem csak videójátékra kíváncsi, akkor ott megtalálhatja a neki szánt tartalmat, ami egy kicsit komolyabb hangvételű. Úgyhogy, úgyhogy ott van, nézzétek meg. Aztán, ja. Úgyhogy elkezdtem egy küldetést, Rex visszatér. Ez a játékra amúgy nem játszottam még, mármint nem a Shake-kel, hanem a Ayuwoki-val. Az előző, van egy videóm róla még 3-4 évvel ezelőttről kb. És az a játék még nem olyan volt, mint ez, úgyhogy teljesen új lesz nekem 18 órakor ez a horror játék, srácok, úgyhogy nagyon kicsit félek, lesz itt ordibálástól kezdve minden, anyunak a kedvence. Lemaradtam már, hogy mivel semmiről zégett a világon, még most csak beszélgetek a chattel, és most fogom nézni a chatet a lehető legjobban, odafigyelek, hogy mit írtok nekem, meg ilyenek. Remek, lefagyott a kép? Biztos, hogy nem fagyott le a kép, hölgyeim és uraim. Azt én látnám, meg már szóltak volna nekem, ha esetleg tényleg lefagyott volna, de nem fagyott le, bro. Hogy lehet valakiből moderátor? Hát először is innia kell sárkányvért az illetőnek. Fel kell menni a Gudzsabügcs hegyekbe, és sárkányvért kell innia. Ez a legelső dolog, hogy valakiből moderátor lehessen. Egy jó kis sárkányvért kell innia, aztán pedig meg kell ennie 30 darab palacsintát, barackos palacsintát, ez nagyon fontos, így lehet az én csatornámon valaki moderátor. Először felmegy a hegyre, legyőzi a sárkányt, megissza a vérét, aztán pedig elmegy a Klaklax Klüklubba bárba, és kér 30 darab baracklekváros palacsintát kell megzabálnia. Yoshi majdnem kiesett, mert a 29-nél már nagyon fájt a hasa, de megette a 30-at végül, úgyhogy Yoshiból is lehet moderátor, de az az igazság, hogy a moderátoroknak egyébként nem jó lenni, mert az az igazság, hogy na rengeteg adót kell fizetniük, például az, hogy folyamatosan engem dicsérjenek, a hajamat dicsérjék, a szememet, meg folyamatosan dicsérniük kell még azt is, hogy egyáltalán létezek, szinte istenként kell, hogy kezeljenek engem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kedves moderátoroknak, hogy itt vannak, és hát igen, ja és nekem fizetnek természetesen fejenként 1 millió forintot, havonta 1 millió forintot állandóan fizetnek nekem, úgyhogy ezt, hát nálam ennyi, egyébként nem nagy dolog. Ja, meg muszáj, hogy szeressék a Harry Pottert, ez minimum, meg hogy szeressék a horror játékokat, ez is minimum. Ja, és Yoshi majdnem elvérzett ennél is, mert ő csak a Pottert szerette, Harryt nem. Szóval innentől kezdve nehéz itt moderátornak lenni nálam, hölgyeim és uraim, amúgy nem, egyszerűen csak annyi, hogy régóta néz engem, és tudom, hogy számíthatok rá. Ennyi. Na, szóval, hogy... Jó, hát nem így ennyi, de oké. Amúgy nem tudom, rég nem, csak vicceltem. Adri, blablabla! Köszönöm szépen a 4 hónapos tagságot, nagyon kedves tőled, hogy tag vagy, Adri! 4 hónapja, köszönöm szépen.
Michael Jackson volt a kedvenc énekesem, de csak volt. Hát Michael Jackson, azt azért valljuk be őszintén, azért ő lelgeteg mindent letett az asztalra. Tehát azért én is nagyon szeretem a egy-két számát neki, iszonyatosan jó szerintem, jó volt. De most nyilván ez a játék, ez nem azért van, mert hogy őt bántsuk vagy valami, hanem egyszerűen ez ilyen creepypasta, nem tudom, hogy köztetek van-e olyan, aki ismeri a creepypastákat, hogy ezek a horror történetek, horror kitalációk, és az álljuk az tulajdonképpen egy creepypasta Michael Jacksonból eredve. Van az a száma, hogy Annie, are you okay? Tudjátok, és az I Walk You, volt egy ilyen nagyon bizarr videó felvétel az I Walk You-ról, szerintem, hogyha beütitek YouTube-ba, akkor előjön, csak ne nézzétek meg, mert megijedtek tőle szerintem, aki nagyon fiatal. És abból adódóan csinálták meg ezt a horror játékot, behoztam a chatet. Hikaru elérte a 20-as szintet, grat! Kolos Kovács, köszönöm szépen a 80 napos tagságot, szia Owen, te vagy a legjobb. Köszönöm szépen, kedves Kolos, köszönöm szépen, 80 napja támogatod a csatornát, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Úgyhogy csak vicceltem ezekkel a moderátoros dolgokkal, nem kell ilyen dolgokat csinálni. Amíg a végén komolyan vesztek mindent, amit mondok. Mi a frász az a glompf? Ez a küldetés neve. Ez a játék alapvetően azért jó, egy kicsit beszéljünk a játékról, erről a Shaken Fidgetsről. Alapvetően azért szeretem, mert ugye most elkezdtem egy küldetést, és a küldetés igazából annyiból áll, hogy meg kell várni egy időkorlátot, amíg lejár. Hogy most küldetés alatt vagyok. Ez azért jó, mert ha például a telefonodon játszol ezzel a játékkal, mondjuk itt van a kezedben a telefonod, elindítasz ugyanígy egy küldetést, és addig tudsz csinálni bármi mást. Tudsz mással játszani, tudsz csetelni, tudsz internetezni, tanulni, tévézni, ilyesmi. Attól függetlenül nem áll le tulajdonképpen maga a számláló, és mindig vissza tudsz jönni. Egyébként így sokkal tablet és telefon függő ez a játék, de nagyon sokan játszanak vele egyébként PC-n is. Most bármi mást elindíthatnék, más játékot, de ez az egy órát, ezt rászenteljük erre a játékra, hogy jobban megismerjük. Én nekem van egy másik fiókom, ez a szponzoros fiókom, ezt egyes szintől kezdtem veletek, és már 22-es vagyok. Úgyhogy nekem van egy alap, egy másik, amit nem nagyon szoktam megmutatni, mert ott csak olyan emberek vannak nekem felvéve, akiket személyesen is ismerek. Ezt bármennyien felvehetitek, visszajelölök bárkinek egyébként. Örülnék is, hogyha többen játszanánk, és a C-be többen lépnénk bele. Ugye a magyarok céhében vagyok, ott engem meg is találsz. Vannak százszor jobb játékosok, mint én. Van aréna, amire most nem tudok elmenni, mert ugye utazásban vagyok 4 percig. Szóval ez a játék azért jó, mert úgy is tudod fejleszteni és fejlődni a karaktereddel, hogy nem kell így itt ülnöd előtte, mint nekem, az túl unalmas lenne, hanem nyugodtan csak elindítasz egy küldetést, és addig bármit csinálsz a mobilodon, ez nem fog megállni, tehát nem kell mindenképpen nézni itt a képernyőt, hogy megcsináld a küldetést, csak hát én ebben az egy órában úgyis veletek beszélgetek, addig meg hagyd menjen az idő, így vagyok ezzel. Jenna, nagyon szépen köszönöm a 3 hónapos tagságot, kedves Jenna, örülök, hogy itt vagy, és Rachel ajándékozott egy tagságot. Shit, Rachel! És kikapta, kérlek szépen, Martin Gaming. Szerbusz Imikém, szerbusz Imre Bende, szerbusz tesó, Martin Gaming, nagyon-nagyon üdvözlünk téged, Rachel-től randomszerűen kaptál egy csatorna tagságot, és meg is jelent a neved itt a fejem felett, Martin Gaming. Srácok, kivárja itt a Garten of Bambent. Chapter 3, hölgyeim és uraim. A tegnapi élőadásom az nagyon kegyetlen volt. Olyan kék halát kapott a gépem, srácok, hogy egy fantasztikus. És az volt a vicces, hogy Ennardnak a jumpscare-je után automatikusan így... Ennyi volt a kép, és újraindult a gépem. Tehát a gépem, mert szerencsére ilyenkor nem nagyon történik semmi, hát általában én úgy hallottam, hogy a kék halál az pontosan arról szól, hogy így valami olyan kritikus dolog történt, lehet megfertőzte a gépemet. Ebben az élőadásban is van valami probléma, akkor már kezdhetünk egy kicsit aggódni, de ha nem, akkor valószínűleg csak a játék volt. Omen, jól vagy. Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Köszönöm a kérdést. Kicsit kezdett kikopni előle a hajam, ahol izé volt. Színes, a fekete, de így kezd olyan, mint egy ilyen kopottas fekete hajam lenne. Nagyon badass. Srácok, nagyon kíváncsi leszek a Chapter 3-ra, pénteken úgyis vége lesz a hétnek, remélem rá fogtok érni, el tudjuk kezdeni a Chapter 3-at, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Hogyha szeretnétek, hogy holnap csináljak a Garten of Bambent első és másik részéről egy ilyen full streamet, akkor mindenféleképpen, hát nem tudom, jelezzétek, vagy inkább csak várjuk meg a harmadik részt, aztán majd, hogyha az összes rész kijött, akkor furra egybe. Fecó, köszönöm szépen a kokonosi tagságot, Fecó 93, üdvözöllek téged is itt velünk, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy érzedek. Na, hello, úgyhogy még nem tudom, hogy holnap csinálják a streamet belőle. Úristen, Laura, 11,99-es euró,
My goodness! 11,99 euró Laurától. Laura, miért kaptam ezt? Capricorn, téged meg a hátad legyen elől, mit művelsz, bro? 10,000 forint. Capricorn, mit csinálsz, bro? Ej, nagyon szépen köszönöm, de nem kellett volna, bro. Hát tudod, hogy ismerjük egymást, meg Modi is vagy. Én poénból mondtam, hogy fizetni kell nekem, te meg most ezt komolyan vetted, vagy nem? Tudom, Capricorn, mit csinálsz, köszönöm szépen a 10,000 forintot, Jézusom. Majd elmegyünk Mekibe. Meghívlak egy Mekire, tesó. Ilona Orsos, I woke up and I a new Bugatti. Bugatti 2000 forintért, egy Bugatti. Nagyon szépen köszönöm, Ilona Orsos. Ezt nem tudom, Regina, ezt miért törölted ki. Ez valami csúnya szó akart lenni, a Bugatti? Vagy nem? Ez nem tudom, mi volt, Regina, de oké, és köszönjük szépen a kid. De hát az nem baj. És hogyha angol tényleg... Gyerekek, ne kunyáljátok... Rachel, mi? 1000 forint, köszönöm szépen. Gyerekek, ne kunyaráljatok tasságot, nem mi döntjük el, hogy ki kapja. Ja igen, srácok, ezt mindig el kell mondani, bocsássatok meg. Ezt mindig el kell mondani, hogy a tagság ajándékozás az nem úgy működik, hogy valaki ki tudja választani, hogy kinek adja a tagságot. Sajnos nem lehet kiválasztani, tehát én nem tudnám neked odaadni a tagságot, ha mondjuk én ajándékozok, mert egyszerűen... Ez full random, tehát én kiválasztok mondjuk 5 tagságot akarok ajándékozni, és a rendszer full automatikusan, random-szerűen, véletlen-szerűen valakinek ad egy tagságot. Nem lehet sajnos kiválasztani, hogy kikapja a tagságot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Sámuel Jakabnak a 400 forintot. Hát szia Peti, szia Sámuel, szerbusz, 18 óra, akkor maradj itt velem Sámuel, mert kezdjük a Michael Jackson horror játékot. Laura, még egy 12 euró? Laura! Stop it, Laura, nagyon szépen köszönöm ezeket, ezt a rengeteg donétet, de nem kérem, köszönöm srácok. Jó, vegyük úgy, hogy a születésnapra kaptam, jó, ezeket a donéteket. Május 14-én van a szülinapom, kész, jövő karácsonyig semmi. Ú, de jó, közben legyőztük ezt a cuccot, nagyon jó, mindjárt megnézem az arénát, hogy mi a helyzet. Szóval, oké, vegyük úgy Capricorn, hogy ezt adta a szülinapomra, jók vagyunk. Úristen, Ilona Orsos 5 tagságot ajándékozott, egész pontosan kapta be az egyiket, B-turbó szüzesség. Norbinak ezt lefotózom. Norbinak B-turbó szüzessége néven itt van valaki és csatorna tag lett. Ezt elküldöm Norbinak, várjatok. Küldtem neki egy videót. Szóval B-turbó szüzességét is üdvözöljük itt köztünk. Moon Gamer, köszönöm szépen, és Fox Cute Gamer 1230 is kapott tőlünk egy Ayuwoki lesz, igen. Ayuwokit fogunk játszani. 18:00, és Binci Hun is kapott egyet, úgyhogy üdvözöllek tennek, nagyon szépen köszönjük Ilona Orsosnak a zöld tagság ajándékozást. Nagyon köszönjük szépen. Úristen, de kiégtem ezen. Sámuel Jakab 7 hónapos tagságát is köszönjük szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, nagyon jó fejek vagytok. Én szerintem ezt le tudnám győzni. Pff, nem. De. Szerintetek le tudnám győzni? Nem, az ereje sokkal erősebb. Na, 5 talán. Vagy nem? Nem. Nem, őket nem tudom legyőzni. Ó, miért vagyok ilyen gyenge? Na mindegy. Oké, fegyverbolt. Passzus. Jó, annyi baj legyen. Fogadó, mehetünk tovább. Do you know your way around here? Ez jó lesz. Úristen, gyerekek, nagyon kiégtem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. B-turbó szüzességgel. Ilona, köszönöm szépen az 1000 forintot még egyszer. Hát igen, ezen nagyon kiégtem. El is küldtem neki a videót. Kíváncsi vagyok, hogy kedves Norbert mit fog hozzászólni. Igen, május 11-én lesz a születésnapom, srácok, úgyhogy nem sokára egész pontosan. Május 11-én még egy évvel idősebb leszek már. Jó sokáig megáll a szar. Hogy tudsz ilyet mondani? Bocsánat, várj a zöld hátteremet, elizéled, baby. Jaj, bocsi. Semmi baj. Á, de nem? Na,
Úgyhogy, ja, ezen is kiégtünk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, és visszanézhető lesz természetesen az élőadás, hogyha a YouTube esetleg nem hoppárézik megint a zenék miatt, vagy ilyenek, úgyhogy, ja. Na, jó játékot, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, szerbusz Zsuzsi Official, köszönöm, hogy eljöttél a videós találkozóra, és köszönjük szépen mindent, nagyon szépen köszönjük. Vodka Regina, és szerbusztok, Miss Neko Chen, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, kedves moderátorok. Valahogy sejtettem, hogy nevetni fogsz a nevemben, Beti, de nem gondoltam volna, hogy ennyire. Hát ne aggódj, ez nagyon adom. Tehát, hogy... Na. Varga Merci, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rak Robi írtál nekem séken, figyelj üzenetben. Meg fogom nézni, csak most a chatre koncentrálok. Úgyhogy előre is boldog szépen. Amúgy Capricorn, írjál már valamit, tesó, hogy hogy megy a PS5. Ha ma olyan sokat cipelted, mondok, onnan vetted? Már mondtad, hogy cipekedtél vele sokáig. Hát most már legalább játsszál, akkor Resident Evil 4-et toljad. Amúgy srácok, tényleg a Resident Evil 4-et egy videón van róla, de azt le fogom törölni, mert iszonyat rossz volt akkor még a játék, lagolt meg ilyenek, és PS-en fogom az elejétől a végéig kijátszani. Szerintem valamelyik hétvégén, ha ráértek. Úgyhogy, én is felsírtam. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok, skacak. És 18 órakor pedig toljuk az Are You Woke-it. Esetleg lefotózhatlak-e benneteket úgy, hogy... Most szeretném, hogy a moderátorok sem törölnék az üzeneteket, egy Insta sztorit kirakni, írjátok azt, hogy szia, és akkor Instára, sztoriba kiraklak, hogy itt vagytok, jó? Most a moderátorok ne töröljék az ilyen dolgokat, hanem szeretném, hogyha sokan írtak. Ilona, nagyon szépen köszönöm a két napos tagságot és a pontot. Ezzel mindent elmondtál, kedves Ilona, én nagyon-nagyon köszönöm. Maone Asabe! Asabe! Nagyon szépen köszönöm az 1000 forintot, Maone! Hát ez nagyon kedves tőled, köszönöm, nagyon kedvesek vagytok hozzám, köszönöm szépen, nagyon aranyosak vagytok. Igen, horror lesz, srácok, tisztázzuk, horrort fogok játszani 18:00-tól, és ami azt jelenti, hogy ha esetleg bárki... Várjál, pörög a chat, most. Ez a... Szia! Ez most megy végig, írjátok, mert látszik most mindenkinek a neve, azt a minden, a csumi, erről van szó, szia, ez az. Ez az. Jaj, ne. Josi nál az a beírás. Erről van szó. Nagyon jó. Ez az. Na, Instára megy is, kisrácok, ez a dolog. Rengeteg ember. Direkt szúrsz amúgy ki velünk, ugye? Dehogy szúrok. Dehogy is. Várjál, küldött a B-Turbo egy izét. Fallen Angel 2000 forintot küldött. Várjál, Fallen Angel, tisztázzunk valamit, drága kedves néző. A 3.0-át érdemes oda mondani a neved mellé, mert ha igen, akkor mindenféleképpen nem szeretném, hogy emiatt engem így leigázzál, vagy valami. Ciao Peti, sok sikert a Gomez-kóz, és köszönjük ezt a sok élményt és nevetést, amit adsz nekünk minden videóban és live-ban. Nagyon köszönöm neked, Fallen Angel, én pedig köszönöm, hogy itt vagy, és értékeled ezt a dolgot. Várjátok, meg küldött valamit a B-Turbo, hallgassuk meg együtt. Ezek a nézőim, azok csinálnak ilyen hülyeséget, papa, igazából. Ilyen elnevezik magukat, mondom a lábújkörmömnek. Nem kell őket tiltani. Nem! Jó streamet, papa, érez jó magát, örülök, hogy... Ja. Passzívan ugyan, de mosolyt csaltam az arcodra. De nem töröltük, csak nagyon kiégtem rajta. Ez B-Turbo lábúj körme. Istenem, ez az ember. Na. Amúgy figyelj, most ahhoz képest, hogy B-Turbóban milyen nagy drámák voltak, meg ilyenek, ahhoz képest szerintem kurvára, már bocsánat a kifejezését, de ő tényleg egy legenda volt annak idején. Tehát, hogy most én nem szeretek senkivel se rosszba lenni, úgyhogy én nem fogok senkire se hajazni. Lábúj körme! Na, gyerünk! Srácok, 18 óra, azaz fél óra múlva kezdjük a horrort. Még egyszer mondom, aki fél a horrortól, és még nagyon fiatal, ne nézze ezt az élőadást, nem tudom én is, hogy mire számíthatunk, nem tudom mennyire lesz félelmetes. Az biztos, hogy keveset fogok tudni beszélni veletek, mert a játék hallani fogja a mikrofonomat, és hát nem akarok meghalni. Jucko Mackó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 200 forintot! Jutko Mackó, a te nevedet is sokszor látom itt, és nagyon köszönöm, hogy itt vagy velünk. És Varga Merci is itt van, előre is boldog születésnapot, Owen. Köszönöm szépen, de az még odébb van, srácok. Csak azért mondtam a Capricornnak, hogy ez a 10.000 forint, ez legyen az, jó? És akkor le vagyunk tudva. Armin Horváth, köszönöm szépen az 5 hónapos tagságot. Téged is nagyon sokszor látlak itt, Armin. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és már 5 hónapja.
velünk vagy. Köszönöm szépen. Szerintem még mindig egy legenda veled együtt. Én nekem sem, hát figyelj, mi nem vagyunk. Én nagyon büszke vagyok erre a csatornára, nagyon büszke vagyok rátok, nagyon büszke vagyok erre az egészre igazából. És hát nem tudok mit mondani. Nem tudom, meddig fogok még videózni. Hát egyszer csak, hogy bezárom kapumat és kész. Úristen, Tamás Hun! Te vagy a legjobb! Óven és jó játékot kívánunk! 4000 forint, Tamás, nem kell! Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked! Nem, ti vagytok a legjobbak, köszönöm, hogy egyet... Nekem tényleg én csak annyit kérek, hogy legyetek itt, érezzétek jól magatokat, a többi nem fontos. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és neked is, Tamás Hun, hogy itt vagy velünk, és itt vagy! És köszönöm szépen Zsomborgónak is a kokonosi tagságot, ugye nálam 200 forintba kerül. Azért ilyen olcsó, hogy mindenkinek legyen lehetősége valahol tag lenni, mert tudom, mennyit számít nektek a tagság. Én a lehető legolcsóbban kínálom ezeket a dolgokat. Ja, és most már szerintem simán tudok csinálni új emojikat is, úgyhogy megint fel kell keresnem majd Pregit, aki a képregényemet is rajzolta, mert ő szokta csinálni ezeket a nagyon szép emótokat, amiket én is beírok most nektek a chatbe. Hát miért ne írhatnám be? Csak ezt ne csináljátok, nem szabad majd spamelni, amit most én csinálok, vagy ilyen sok emojit egymás után írni, csak megmutogatom nektek. Ezt ne csináljátok, mert sajnos Baneszkó jár érte, jó? Mert itt vannak a beidomított kedves moderátorok. El tudom küldeni. Nem enged a saját chatembe küldeni. Vagy mi történik most? Ja nem, túl sok. Aha, bocsánat, csak 200-at. Ezt nem szabad csinálni, csak megmutattam nektek. Okés. Úgyhogy, ja. Úgyhogy köszönöm szépen esetleg, ha bekövettetek a vlog csatornán, és ott tényleg csak komolyabb hangvételű, jó, hát azért néha vicces jellemű vlog videókat, de komoly hangvételű dolgokat lehet számítani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ha ott is bekövettek bennünket. Egyébként unok a tesommal közös a vlog csatornánk, szóval Misi, aki esetleg nem ismerné, Misivel is, Misit is megtaláljátok azon a csatornán, általában ketten szereplünk benne, vagy többen a többiekkel, vagy ilyesmi. Ne spamelj, jó van, Josi, rendben. Josika, régen voltál már kibanolva, Josi, nem szeretnél egy bant? Na jó, csak vicceltem, bro. Köszönöm szépen, legalább. De jó az emoji. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Oven, ismered a Honkás Style-t? Igen, Artemis. Igen, és gondolkodtam rajta, hogy csinálok belőle videót. Abból is egy... Ja igen, Genshin Impact. Genshin Impact live-ot akarok csinálni. Most kijött a Baizu, meg a fegyvere, és azt én akarom. Videó, live-ba akarom kinyitni, az lesz a videó, az lesz a live cím, majd Baizu, gyere haza! És akkor T-O-T, Baizu, gyere haza! Hazajött, majd csinálok én is majd ilyen rituálékat, képzeld el, hogy elmegyek egy helyre, ütök kettőt, itt megállok, itt állok, itt várok. Ilyeneket csinálnak. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy ilyen nyitogatós Honkai meg Genshin-es videókat én csinálnék szívesen. És aztán valószínűleg fel is fogom magam idegesíteni. Imádlak, Peti, te vagy a kedvenc videósom. Melinda, köszönöm szépen, és mindenkinek köszönöm, srácok. Lassan 20 perc, és kezdjük a horrort. Reméljük, nem fagyunk ki. Oké. Nagyon régóta nézlek, Peti. Köszönöm szépen, kedves Csaba. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked. Most figyelj, most a szemedbe nézek. Most ezt vedd úgy, hogy neked mondom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy a csatornán, esküszöm tényleg teljes szívemből, és köszönöm, hogy régóta követsz, ha egy hónapja, ha 10 éve, de köszönöm, hogy mindig itt vagy, és köszönöm, hogy értékeled ezt a csatornát, és szereted azt, amit csinálok. És nagyon szépen köszönöm, hogy tényleg mindig itt vagy, és írsz a csetbe, és köszönök szépen mindent, és köszönöm szépen, és köszönöm szépen, és köszönöm szépen, és köszönöm szépen. Ja, meg köszönöm szépen, ezt is akartam mondani. Final Fantasy-t kéne csinálnod, természetesen az is lesz a héten, úgy most úgy sem megyek nagyon sokáig videós találkozóra, szabadak a hétvégék, úgyhogy Final Fantasy-t is fogunk csinálni, kedves Rachel, de köszönöm szépen a 400 forintot, majd live végén visszaadom. Fallen Angel 3.0, nem muszáj a 3.0 nyugodtan elhagyhatod, oké, akkor csak Fallen Angelnek foglak szólítani 400 forint, köszönöm szépen, a 400 forintot nem fogom hozzámondani. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire leszek hangos ebben az élő adásban, csak hogy most a szüleidnek szóljak előre, hogy szerintem a fülest azt készítsék elő, vagy készítsétek elő ti, mert szerintem nagyon meg fog ijedni. Pedig pontosan egy olyan horrorjátékot választottam, amiben nem szabad hangosan beszélnem, mert akkor ugye meg fogja hallani Michael Jackson. 18:00, akkor kezdjük, és kész van a Mélység Papja nevű küldetés.
Elég érdekes ez a hang, és még Banna medve, 21-es szintű, de simán leigázom. Ez ennyi volt. Na. Did you see my pipe? 14-ért mehet elfogadás, gondok Erdélyben. Oh my goodness. Most lettem tag. Zsombor, örülök, hogy itt vagy köztünk. Milyen szép zöld lett a neved. Azért csinálom folyamatosan a küldetéseket, mert kell, szükségem van aranyra, meg az XP sem egyszer, már 23-as szintűnek tök jó lenne lenni egyébként, hogy tudjak minél többet arénázni. Csak az a baj, ezek a cuccok, ezek az alapvető cuccaim gyengék. Rátolom az erőre közben, tök jó, hogy ilyenkor is lehet fejleszteni a karaktert meló közben. Oven, Stumbleguys-t tervezel? Mindenki azzal játszik mostanában, srácok, és nem tudom, hogy érdemes lenne, hogy hát nem tudom, hogy Stumbleguys live-ot csinálnék, azt is csak is kizárólag miattatok, mert tudnánk együtt közösen játszani többen. Szóval meggondolom, hogyha lesz is, akkor mindenképpen nézői Stumbleguys-t akarok játszani, mert az egy olyan jó játék, hogy kb. 30 nézőmmel egyszerre tudnék játszani, és ez nektek tök jó élmény lenne, meg én is tökre jó fej lennék, hogyha nézőkkel tudnék játszani szerintem. Úgyhogy, hogyha én Stumbleguys-t csinálok, akkor mindenféleképpen vagy ilyen nyitogatós, mert az is tök vicces, hogy fura be, idegeskedsz, hogy nem azt kaptad, meg ilyenek. Ó, mert meddig lehet neked küldeni Roboskint? Küldjétek egész nyugodtan, e-mailemre, mindenféleképpen, annyi, hogy fotózzátok is le. Ha nem nagy kérés, akkor így a listát is mutassátok meg, hogy miből áll a skinom, mert ha megtetszik, akkor meg kell majd vennem. És hát úgy tudom majd kiválasztani mindenféleképpen. Hány éves leszek? 30, 31 leszek? Vagy 32? 32 éves leszek, tényleg nagyon sokáig megáll a szar, gyerekek, ne haragudjatok. Tehát azért ne haragudjatok, azért nekem lassan a prostatavizsgálat is szóba jön, meg szóba jön most már itt minden, meg a porckopások, meg ilyenek, meg a sörhas. Gyerekek, vége! Én már leteszem a harci bárdot, én ezt már így megmondom őszintén, vége, érted? Vége! Péter már nagyon öreg. Én itt már gyerek fog jönni, itt már leszek most már. Én szülőértekezletre fogok járni, azt is le fogom logolni, érted? Hogy vadulj meg, szülőértekezlet! Nagyon hülye vagyok. El kellett sétálnom vagy 11 kilométert egy bolthoz, és ott vettem PS-t, vagy 22 kilométert lesétáltam szombaton. Majd júniusban tervezek néhány játékot beszerezni. És addig nem játszol vele? Vagy mi? Bro, hát azért egy játékot vegyél már, vagy kettőt. Köszönöm szépen, Capricot. Ahelyett, hogy elköltötted volna ide a pénzedet, vettél volna valami jó játékot a store-ból. Amúgy nagyon szépen köszönöm, és használd egészséget, tesó. Amúgy én is tudok neked kölcsönadni PS játékot, most itt viccen kívül. Nekem van olyan, van itt egy-kettő, amivel nem játszok, nagyon szívesen odaadom találkozáskor, ha gondolod. Bár nem tudom, hogy ezeket szereted-e. Na, öregapó Pety, Ducky, ilyet nem mondj, légy szíves, sírok. Állandóan a Ráhel is azzal cseszeget, hogy öreg fater, meg a papóka, meg jaj, vedd fel az a csoszogódat, meg itt van a sétapálcád, meg a sétabotod. De bár, miért, hallod, már 80 évesen, és így, szenasztok, én Noven McCandy vagyok, és ezért a következő élő adáshoz jön egy jumpscare, hogy ORMÁ! Na. Hogy az előző évszázadból vagy. Nesze. Tatázik. Meg vegyen fel a nyúnyókát. Meg ilyenek. Meg a tejbepapi. Nem is mondtam ilyen. Na tejbepapi. Így fogok játszani a horror játékkal. Ilyet így. Na. Elmegyünk. Osszani. Jön egy jumpscare és itt fogok megdögleni. Így. Tényleg majd ordítozni fogom veled. Nem megmondtam, hogy elég lesz. Igen, és akkor már te is öreg leszel, és csak így mögém jössz, és így ütögetsz majd a szatyroddal ilyen tök lassan, így megmondtam! Megmondtam, hogy ki az a Julika? Csak a boltba mentél, te ér, mi? Te! Ne? Most ütögetsz itt a szatyorral, a kópos szatyorral, anyanya. Ezt fogom majd... Milyen kópos szatyorral, az ízéssel, a Nike szatyorral, azzal a nagyjal? Ja, az igen. Szóval gyerekek, öreg vagyok én már, az az igazság. Én már megettem az életem nagy kenyerét. Innentől kezdve lefele. Alulról szagolom az ibolyát. Szokták mondani. De mély gondolatok. Mély gondolatok.
Taratót, köszönöm szépen a 39 hónapos tagságot. Azt, egy valamit jegyezzetek meg, hogyha Tarának 100. hónapja lesz, akkor leszek már öreg. Szerintem te fiatalosan nézel képet. Ez az egyetlen egy szerencsém amúgy. Mert így érdekel általán, egy középiskolában volt olyan osztálytársam, aki 18 évesen úgy nézett ki, mint egy 45 éves. De tényleg nem akarom bántani szegényt, csak neki olyan volt így a, nem tudom, így a kinézete, hogy ilyen szőrös volt, magas, büdös, meg minden, érted? Hát engem még úgy szerencsére, hogy olyan maximum 18 évesnek szoktak nézni, hát nem, olyan 20 évesnek szoktak nézni, úgyhogy egy 10 évet talán letagadhatok, meg amúgy agyilag is olyan szinten vagyok, szóval nincsen semmi probléma. Megtennéd, hogy azt nekem egy teát messzom, jassz vagyok, köszönöm szépen. Érted, megkértem a ráját, aki van 150 centi, hogy vegyen le a polc legfelső tetejéről egy teát. Tehát azért mekkora szennya vagyok már, azért de jó, bocsáss meg tényleg, de amúgy köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Mit eszel? Zselét. Nem. Ez olyan, az... ami a videókban is van, tudod, ez a szemlőzű. Na, nézem, az. Ez az, ez tényleg az. Hú, milyen videó az? Nem, de... Ez egy... Ja, nem, én nem eszem, nem akarok WC-re menni live közben, jó? Majd és Jánosi Gergőt kibontom. Londoni csapás, Jánosi Gergő, let's go! Ez nincs egy kis jegünk? Jegünk. Aha, szerintem még van. Köszönöm szépen. Emlékszek még a dogóra? Mert én voltam az. Hogy ne emlékeznék a Robloxos dogó? Tesó, ha lesz Roblox vagy bármi, várlak, sok szeretete. Igen, te elkezdett kikopni itt elől a hajam, ha megnézed, de szerintem így tökre adom, olyan, mintha ki lenne. Ilyen Fakó Péter vagyok. Martin Gaming, Pety, te vagy a kedvenc videósom, köszönöm, hogy vagy nekünk és jó játékot. Köszönöm szépen, nagyon kedves tőled. Martin Gaming, egy hol... De ne azzal már! Össze volt állva. De most ide adod, öntsem bele, vagy mi? Rakjál bele, vagy nem tudod. De hogy? Nem pohárba vagy. Azt mondja, rakjak már bele jeget. Hogy? Adj egy poharat, és akkor nagyon szívesen. Erről van szó. Az úgy jó, sok. Az elég. Neked sose elég. Na ezt figyeld. Jánosi Gergő, ezt figyeld. ASMR. Sziasztok! ASMR! De jó! Ez így jó! Boglárka, nagyon szépen köszönöm a 25 hónapos tagságot, Bogi! Nagyon-nagyon szépen köszönöm! 25 hónapja itt van velünk Bogi a csatornán! Szia Peti! Szia Bogi! Hello, sziasztok! Na, nagyon szépen köszönöm! Mondtam Jánosi Gergőnek, hogy ezt a teát, ebből jó sokat. Ebből jó sokat, mert nagyon hasonlít a óvodában lévő ilyen dadus teára, és let's go. Jéggel minden jobb. Csak tudod, mi lesz a baj? Majd megijedek, és bupsz, az egész borul. És akkor vége. A Mazikin is itt van! Na, srácok, 18 perc van, még ezt a 6 percet megvárjuk mindenféleképpen. Ez az. Így is van. Hagylássák, gyere. Még. Ott van Mazikin! Igen, ott volt. Kapta. Kritikál hitet kapott. Emotional damage volt ez a macskának. Azt hittem, hogy te 20 éves vagy. Hát egyszer voltam annyi. Egyszer volt az. Tehát egyszer voltam 20 éves, de az régen volt. Akkor kezdtem a videózást. Tehát 20 évesen a gyerek mit csinál? Videózik. Ahelyett, hogy dolgozott volna kint, kapált volna a fődet. Se tudja, mi ez a munka. Nem tudja, mi az, hogy reggel kell, meg ilyenek. Dehogy nem tudom. Dehogy ne tudnám. Mennyit keltem én hajnalba, meg minden. Nagyon szeretem a videóidat, Over. Fecó, köszönöm szépen, ez nagyon kedves. Dadus tea, let's go. Miért fested a körmödet? Nem tudom. Igazából... Annyira nem érdekel a vélemény az embereknek, ha mondjuk én kifestem a köd. Nem tudom, megszoktam, ez például most fehér, ez fekete. Nem tudom, nekem tetszik.
alapból sem olyan átlagos a kinézetem, látjátok azért, itt vannak tetoválások durván. És én szeretem egy kicsit extrémebben kifejezni magam, és én úgy gondolom, hogy attól, hogy kifestem a körmömet, még ugyanúgy tudok a nőkhöz vonzódni, tehát meg alapból, hogyha nem is vonzódnék a nőkhöz is. És szerintem tök mindegy lenne, nem ez a mérvadó. Egyszerűen szeretem ezt a stílust, szeretek így adni magamra, amennyire tudok. Akinek tetszik, tetszik, akinek nem, aki elítéli, elítéli, aki nem, nem nagyon érdekel igazából. Valaki azt mondja, hogy ez nem normális, per hogy a fiú az ne fesse a körmét. Jó, hát hagyjuk már, most komolyan halad egy köröm, most komolyan, tényleg attól leszek én férfi, hogyha kockásingben nőverőként sört iszok egész nap és focit nézek, meg szotizok kint a stadiba, akkor leszek férfi? Vagy mikor leszek férfi? Mikor lehet azt mondani rám, hogy én férfi vagyok? Ha levágom a hajamat, ha kopasz vagyok, vagy ha ilyen dolgokat csinálok, vagy mikor, nem tudom, ott akkor köszönöm szépen a 200 forintot. Én férfinek gondolom magam, most az, aki nem gondolja, azt ki nem szarja le, már bocsánat. Tehát én úgy gondolom, hogy nem ettől lesz valaki nem férfi. A férfi az másban nyilvánul meg. Mondjuk azt, hogy nem üt meg egy nőt soha, mindig van tartása neki, tudja azt, hogy mi az, hogy felelősség, meg ilyesmi. Na az! Lehetnék én is ilyen luterájába a kapuba. Állandóan izé. Tesztoszteron illatúnak kéne lennem. Horrort fogok játszani, igen, nem sokára, 15 perc múlva, úgyhogy maradjatok velem. Maradjatok velem. Jó nézel ki, köszönöm szépen, hát súlyzózni szoktam mostanában. Kezd a vállam ilyen jó nagy lenni, jó vállas kezdek lenni. Csá! Itthon szoktam, van ilyen súlyzóm, és azt is szoktam egy ilyen... Igen, ennyi szoktam csinálni. Már úgy 6 éve itt vagyok, csak eddig sose vett észre. De hát figyelj, nagyon sajnos, van akit nem szoktam észrevenni. Igazából, na, mindjárt kész ez a küldetés is. Jó lesz ez a játék, skacok. Én érzem. Ez a játék lesz a best. A magyarok CH-ben vagyok. Itt lehet látni a nevem alatt. Nos Daniel, szotizik. Igen, azt szokom, hogy én... Sziasztok, én Nos Dani vagyok. Dani bírom félrenértést. Ne essék. Oven próbáltad már a Dorsz új szuperhard módját? Hallod, még a sima normát se vittem ki, szóval igazából... Mi ez? Áztam mindenit. Megint küldött valamit. Nagyon sok ilyen szar van, bazen, meg izé, milyen nevek voltak még? A izé Just D nevezte át magát, mert a Just D meg az Alexa összejöttek a csetemen, és ugye egymás mellett vannak, és az Alexa átnevezte magát az anyámra, a D meg átnevezte magát izé B2Bull lánylékelő lándzsájára, tehát kb. A farkamra. Meg csomó ilyen van, bazen, meg azok a lábújtani. Szerintem nem tudja, hogy live-ba vagyok. Amúgy bro, ezt lejátszottam live-ba, bocsi. Véletlen, nem tudtam, hogy... Mondom önök, hogy így rövök szólt a hely... Igen, a koponya mehet a cselbe, ez egy... Aj, ez a B-turbo. Sé. Na mindegy. Ez mindegy. Halál ez az, igen. Jó, hát Norbert hozza a kötelezőt a Norbi. Na, 23 másodperc, let's go. Aztán hamarosan kezdik az Are You Woki nevű játékot. Nem. Escape from the Are You Woki. Ez a játéknak a neve, Steamen elérhető. Meglátjuk, hogy mit hozunk ki belőle. Bocsánat, előre félni fogok, meg hangos leszek. Owen, nézd már meg a barátlistát kérését. Oké, az hol lehet megnézni? Ti szeretitek Pottert? Gedeon bácsi, erről van szó. Na nézzük, hogy legyőzzük az alattomos vámpírt. Legyőzzük, ez sima, erről van szó. Na, 10 percünk van még. Köszönöm szépen a 200 forintot, MQ. Köszönöm szépen. Valami jót léci, ez 7 perc, ez belefér. Na. Levél. Igen, barát.
Csenge! Ez az. Aha, játékos megtámad, és megtámadom Csengét. Ja nem, nem tudom megtámadni Csengét, pedig meg akarom Csengét támadni, nem tudom miért. Farkas Norbert újra akcióba lendül. Hát semmi olyat nem mondtam, papa, úgyhogy nincs. Hát semmi olyat nem mondtam. Jó van, igazad van. Akkor B-turbót álkójára, let's go. Most fogtok érettségezni, mindig amikor az érek, látom, hogy live az is annyira megnyugtatsz és vicces videóiddal, annyira köszönöm, hogy vagy. Bettina, nagyon-nagyon sok sikert kívánok minden esetleges érettségizőnek, vagy ballagónak. Gratulálok előre is, srácok. Kitartást, keep up the good work, én azt mondom, hogy gyerünk innen csak felfelé, és hát kitartást kívánok, és tényleg szívből gratulálok előre is mindannyiótoknak. Hajrá, srácok, nincs megállás, nincs sírás, csak mulatás. Én azt tudom erre mondani. Ne, megfájdul a torkod, ne így áll olyan higgyed, az én torkom acél. Nem, amúgy lehet megfog. Na. Szia Peti, hogy telt a napod? Köszönöm szépen, jól telt a napom. Nagyon várom ezt a kb. 10 perc múlva megy az élőadás, srácok, úgyhogy maradjatok itt velem, ne menjetek sehova, már csak 10 perc, és kezdem a horror játékot. Hogy vagytok, modik? Ancsinak az éjszakai műszaka megvolt, a feliratkozás már rég. Köszönöm szépen a feliratkozásokat. Olyan nagyon sok ideje néztem a live-odat, de most végre van időm és örülök, hogy itt lehetek. Yuki! Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy a időt fektettél erre a kis live-ra. Pet, ismered a Robloxban a geishát, mert ha nem próbáltad, szerintem... Robloxban amúgy nagyon sok játék van, amit nem tudok. De hogyha tudtok olyat, amit megérné, akkor mindenféleképpen. A torkod titániumból van, azaz. Szereted a szikszót? Nem nagyon szoktam inni olyat, megmondom őszintén. Nekem túl édes. Én most megyek a felsőbe, a nevem Bandi. Bár hol, miben? Ezt a játékot próbáltad ki 4 éve is, nem? Nem, igazság szerint nem ezt a játékot próbáltam ki, hanem ott egy különálló, még akkor azt hiszem egy ilyen kis egyszerű indie horror volt, de most már kinőtte magát egy full játékra, úgyhogy ez más lesz. Ugyanaz, csak más már elméletileg. Te magad festetted a különböző, vagy valaki más festi ki neked? Hát a Ráhel szokta. Ő szokott nekem segíteni. Fel se tűnt, hogy már majdnem egy órája megy a live. Igen, nekem sem. Olyan jó, te elszoktuk. Azért szeretem ezt a séket, mert inkább csak rátok tudok koncentrálni, amíg itt közben megy a játék a hátam mögött, és csináljuk a küldetéseket, meg fejlődgetünk. De én tudok veletek beszélgetni. Sok kubutól van titániumból, igen. Nem tudok visszajelenni senkit Robloxban, mert fullon van szerintem a barátlistám. Ki a kedvenc South Park karaktered, ha szabad kérdeznem? Igazából mindegyiket szeretem. Óven van Robloxban egy Backrooms pálya, rengeteg Backrooms van Robloxban, skacok. A Mimik a legjobb, a legfélelmetesebb Roblox játék, azt mondják. Akkor már abból is toljunk egy élőt. Abból már csináltam egy videót, azt hiszem, de nem vittem végig. Jó, hát Eric Cartman a legjobb, mert ő beszél a legrondábban, hát na. Ja. Igen, Fecó, zöld a neved. Mert tag vagy a csatornám. Kiemelkedő. Itt van Neneveski! Itt van Neneveski! Neneveski, te az vagy, aki régen a trónon is itt volt. Most vettem észre a nevedet. Neneveski! Ez te vagy? Mondd azt, hogy te vagy. 18-kor srácok, mindjárt kezdjük 7 perc. Szerintem ezt a küldetést megcsinálom, és indítom is. Edward Debreceni, köszönöm szépen a kokonosi tagságot, Debrecenben születtem, ott laktam nagyon sokáig, úgyhogy külön üdvözöllek téged, kedves Edward Debreceni, nagyon szépen köszönöm. A WWE-t követem, imikém, hát igazából a nagy eventeket szoktam megnézni. Most a Backlash-t fogom majd megnézni, de amúgy csak azokat szoktam úgy nagyjából megnézni, amikor ezek a nagy eventek vannak, tudod. Tehát a Raw-t meg a SmackDown-t, azt már nem nagyon. 199-en vannak a Roblox listádon. Úristen, egy embert fel tudok akkor venni. Az durva. Na srácok, ez a 2 perc még lejár. Aztán még úgy átnézem nagyjából, hogy hogyan tudok itt leállni. Lassan 23-as szintű vagyok ezzel a karakterrel. Ha leszeretnétek tölteni ezt a játékot és felszeretnétek venni barátnak, akkor mindenképpen hesszeljétek meg a leírást.
ott mindent meg tudtok találni, hogy hol kell regisztrálni, illetve Google Play-ben meg mindenhol le lehet tölteni. Full ingyenes a játék, nem kerül semmibe, és ez egy tök jó kis elfoglaltság lehet. C-be is lépjetek be ide, a magyarok CH-be, én ebben vagyok benne, mindenféleképpen. Ezt a 2 percet mindenképpen megvárjuk, mert sajnos a küldetés végét azt azért meg akarom várni. Szerintem az Abba zenekart? Persze. Money, 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 tere. Ez az, erről van szó. Michael Jackson-t is szeressük. Mostantól játszok a Shake and Fidget. Ez az Artemis, let's go, bro. Erről van szó. Azokat a csetket, amik megszegik a... Yes, Rachel írta. Jó, oké, semmi baj. Akkor... Honkai Star Rail-ben vissza szoktál adolni? Hát én a Genshin-ben is visszaadoltam mindenkit, de csak is olyan játékosokat vagyok hajlandó visszaadolni, akik aktívan játszanak a játékkal. Például aki Genshin-be egy héttel ezelőtt lépett be, azt kiszoktam törölni, hogy olyan embert vegyek fel, aki esetleg többet szokott vele játszani. Szóval, hogyha aktívan játszol a Honkájjal, akkor nagyon szívesen visszajelölök. Csatlakozni tagsághoz úgy lehet, hogy rámész a csatlakozás gombra, a feliratkozás mellett van. És Marcel Gerencsér, kokonosi tag lett, nagyon szépen köszönjük Marcel Gerencsérnek is. Marcel Gerencsér post ebben a pillanatban lett tag a csatornán. Let's go, köszönöm szépen. Szóval a csatlakozás gombra rámész, ott kiválasztod, hogy milyen tag akarsz lenni. A 200 forint a legkisebb lehetőség, és akkor utána kifizeted a 200 forintot, és tag leszel a csatornán. Az előnyöket megkapod, Discordon ne felejts el feljönni, hogyha tag vagy, mindenféleképpen várunk ott is sok szeretettel, hogy ott is megkapd a külön rangodat, meg mindenféle dolgokat. És hogyha van nyereményjáték, akkor abban automatikusan részt veszel, tehát nem is kell itt semmit csinálnod, tag vagy, akkor automatikusan ki lehet, hogy téged sorsolunk ki, amikor lesz majd lesz ebben a hónapban is születésnapomkor szeretnéd csinálni majd a tagoknak nyereményjátékot. The Real, köszönöm szépen a 2 hónapos tagságot, szóval hogyha tag vagy, akkor automatikusan benne vagy ezekbe a nyereményjátékokba, szóval nem kell csinálnod semmit, csak már automatikusan benne vagy a sorsolásban. Szélelementál, 21-es szüntet, ez simán ez ennyi. Érted, ilyen lövöm a szélelementált, és let's go. Erről is van itten szó, kérem tisztelettel. Na, a pénzem nem sok van, de erőre ezt a 2-t rátolom. Varázsboltot most hagyjuk, a C az itt van egyébként. Úgyhogy let's go. 4,4, hát akkor szerintem ez így ennyiben marad most, majd hagyj pihenjen. Ugye van ez a... van ez a fogadó és van ez a kalandvágy, hát 58-on van, de az úgy ennyi elég. Úgyhogy srácok, mindenképpen töltsétek le a Shake and Fidget-t. Én szeretném megköszönni az SF Game-nek, hogy ismételten a szponzorációban segítette a csatornámat. Mindenképpen köszönöm nektek is, hogy megnéztétek, és maradjatok velem, mert kezdjük a horror játékot. Most jön csak ám az igazi félelem, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel. Addig egy kis zenét fogtok hallgatni, amíg elkészülök, de már is jövök vissza, úgyhogy addig is minden jót, skacok, sziasztok, mindjárt jövök, maradjatok itt. Üdvözlök mindenkit nagyon sok szeretettel, az én nevem Ovebekedi újra, mint hogyha most találkoztunk volna először. Úristen, közben valakitől kaptam tagságot.
Imre Bende öktanságot ajándékozott, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Remélem annyira hangosan, hogy nem lesz a gamaszkó, majd szóljatok, hogyha esetleg hangoska, de szerintem nem. És egész pontosan Cute and Sweet Channel kapott, Gamerhun, Pandodge, Sylvia Bitter és Éva Emilia Béke kapta Imitől a tagságot. Üdvözlünk mindenkit, és nagyon-nagyon szépen köszönjük Iminek ezt az ötös srácok. Escape from the Ayuwoki. Nem, igazából Escape, te Ayuwoki, nem from. Az nincs is benne. Sziasztok srácok, Michael Jackson horror játék lesz, ez azért lesz nagyon érdekes, mert oh my god, azért lesz nagyon érdekes, mert ott van, ott látom már az ablakban a kukucskát, lehet látni, lehet, hogy ti nem látjátok, de én látom. Szóval, nem nagyon játszottam még ezzel a játékkal, viszont nagyon fontos dolog, hogy a játék hall engem, ha látjátok itt a beállításnál ott vagy use microphone, az nekem be van kapcsolva, úgyhogy mindenképpen oda kell majd figyelnem erre a dologra. Gizella Kolesszár, nagyon szépen köszönöm egy hónapos tagságot és Nagy Péternek a 200 forintot. Rányomok arra, hogy New Gamesco, igen szeretnék, és van easy fokozat, meg normál fokozat, meg van nightmare, meg extra. Hát ezek le vannak nekem zárva, mert mint mondtam, nem játszottam túl sokat ezzel a játékot, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek most. Oh my god. Úgyhogy ha innentől kezdve nem beszélek nagyon hangosan, vagy nem beszélek egyáltalán, akkor bocsánat, de nem tudom, hogy mire számíthatok. Úristen, Cat of the Moon, 57 hónapos tagsága. Szia óra, Obenemece Candy, Szerbusz, anya. Köszönöm szépen az 57 hónapos tagságot, azt a mindenségét. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked. The Thing of the Corridor, Chapter 1. Oké, első fejezet, guys! Köszönöm szépen Zsolt Ádám Bálint az egy hónapos tagságot. És nagyon szépen, na itt vagyok. És akkor most mit csináljak? Mivel még dupla VISD-vel megyek, nagyon jó. The Thing of the Corridor! Aha, Scary Man. És akkor valami világítás, vagy valami. Nem lehet felvenni, ah de. Na várj, erre innom kell egy kis Jánosi Gergőt. Jó, ugye a hang? Nagyon hangos nektek? Nem baj, hagyd legyen. Oké, nézzünk itt körül, mi a helyzet? He is real, igazi. Segítség, help me. Megette őket. Ajaj, Michael Jackson. Most már beszélhetek amúgy? Nem tudom. Zseblámpa? Egyszerre két világítás a kezemben. Best game ever. Itt egy laptop. Amúgy szerinted a világítást azt mennyire látja? Tehát mennyire legyek felkészülve? Nagyon? Hello, Michael? Hey. Hol vagy? Hol vagy? Olyan hangja... Automatikusan legugolok. Nice. Most tényleg a világítást el sem tudom, de el tudom, jól van, oké. Szerintem ezt majd elveszem. Hogy tudom eldobni azt, ami a kezembe? Oké. Patkány! Befutam a patkányt. Gondolom azzal el lehet terelni a figyelmét, nem? Megeszi Michael! Legyen ez is a kezemben? Legyen, hát kit érdekel. Hello? Jó napot kívánok! Call the police! Police? Call the popo! Let's go! Ajaj! Ajaj! Ez már nem jelent jót. De miért van ilyen Michael Jackson hangja annak, akivel én vagyok? Hello? Hallok valamit. As I told you before, I'm really worried. I think I'm stepping down of the cult. What? Don't you get it? No one can get out of this. Once you're in, you can't get out. At least, not alive and well. That's a risk I have to face. Jó, van mindegy. Hallok valamit, eskü. Hey,
Tűzlek, az a hangalod, ahogy jól tolom neki, várjál. Na most nem tudom, beszélhetek? Most nyugodtan amúgy? Vagy most mi van? Wow! Mi volt ez? Felveszem a sapkámat, várjál. Intellektuális leszek. Ez így jó. Várjál. Ez így jó. Mi volt ez? Man. Oh my god, man. Fosok. Nem látok semmit! Haló? Gyerekek! Ó, legugolok! Oké, ide se lehet bújni. Oké. Mit kéne csináljak? Az vagy nem tudom, mit kell keresnem. Chapter 1, ez tök jó. Találtam valamit, megnyomtam. Tök jó. Ezt adom. De valamit hallok, eskü. Szerintem ide nem bújok el. Oh, itt mi ez? Itt valamit kell, csak elvesztettünk valami, ide kell valami. De el lehet bújni? Jó. Oké. Okay. Jaj! Bocs, hogy nem figyelem a csetet, csak egyelőre. Hol van Michael? Michael? Ah, ott kitört valamit. Aha, oda. Mindjárt csak először körbenézek. Ez szörte ki. Aha, ez lesz az. Erre kell mennem? Oké. Okay. Az ott mi? Te figura! Ezek szerint még nem hall engem, de nem is lát, ha itt el vagyok bújva, ugye? Mert ott mert el van takarva mögöttem, de ott egy... Szem van. Be van kapcsolva a mikrofonom? Be, jó. Oh my god. Ott van. Oh my god, ott van. Ott van Michael. Ott megy, úristen, pókpózban szar. Oh my god. Tényleg hal? Hello?
Köszönöm szépen Túróci Levente a kokonosi tagságot. Játsszuk azt, hogyha bármilyen donét jön vagy valami ilyesmi, azt automatikusan be kell olvasnom. Tehát olyan nincsen. Kiszel a kolosszal, köszönöm szépen a 390 forintot! Valaki TikTokon csinálja videót, hogy így megy. Benézett. Pedig benézett alá. Benézett alá. Lehet a fényt is látja. Hogy nem ijeszt meg. Ekkora mákon van. Bossza meg! Nem bírok innen tovább menni. Nem mondod, én is. Baszki! Köszönöm szépen István a két hónapos tagságod. István! István! Megette a seggem. Oh my god! Ne már! Azt hittem, hogy nem tudtam. Ó, újra itt vagyok. Ó, Pati! A gyere ide! Gyere ide, patkány! Megette a seggemet Michael Jackson. Oh my god! Hová tűnt a crowbar? Feszítővasam! Ott is van egy. Rachel, nagyon szépen köszönöm a 400 forintot neked is! És köszönöm szépen Csengés Ajsa nyomja! Köszönöm szépen nektek is természetesen! Csokis keksz! Csokis keksz! Csokis keksz, köszönöm szépen a 4 hónapos tagságot. És Kungfu Kacsának is köszönöm szépen a 200 forintot. Amúgy szerintem a 10 éteket is hallja, nem? Ott a grobar.
Ria, nagyon szépen köszönöm a 200 forintot! Vagy a feliratkozás, köszi! Te vagy a Big Master, meg tudod csinálni jó játékot, köszönöm szépen az 500 forintot! Kedves Mira, Balog, nagyszerű! Köszönjük szépen! És miattad most megint itt van Michael Jackson, mert hangosan beszélek. Ez az. Most. Valaki ott van bent. Most, go. Jucko, Macko, köszönöm szépen a két hónapos tagságot! Köszönöm szépen Kristóf 200 forintodat neked is! Szerencsére most nem van. What the hell? Oh my god! Semmit nem látok amúgy, guys. Baszki! Nincs para. Ott van. Oké, Mákon van. De azonban nem tudom hova kell mennem. Hát nem fel. Az, hogy hallok valamit. Szerintem teljesen jó hallod. Nincsen benne semmi. Be vagyok szarva. Miért adtam ki engad, hogy... Akkor itt vége? Vissza? Hogy megyek vissza? Hát van egy feszítővasam, de az hova kellhet? Itt kéne jobban körbenézni szerintem. Michael Vak, ezért nem lát téged. Ja, tényleg nem. Aha, ezért nem lát engem. Nagyon szépen köszönöm, Réka, az 500 forintot. A, figyelj, hogyha bármilyen donét jön, vagy bármi, azt hangosan kell beolvasnom. Bármikor vagyok a játékba. Ebben állapodtunk meg. Szerintem a zene az jelent valamit, bro. Csenge és ajsza nyomja, vigyázz el ne kapjon, hihihi, köszönöm szépen a 2000 forintot, Csenge és ajsza nyomja, nyomod, Csenge, nyomod. Minden ilyet hangosan kell beolvasnom. That's weird. It's already 11 o'clock. Szerintem itt nincsen semmi. Ebben a szobában nincs semmi. Szerintem nem itt. Szerintem ez a feszítővas, ez kell valahova egy olyan ajtóhoz. Amit ki kell feszíteni, vagy nem tudom, szerintem vissza kell mennem. Semmit nem látok.
egyszer a kettőt nem lehet felvenni. Baszki! Kussolj már, te idióta! Kit érdekelsz? Mihez kell a kulcs? Yes. Jó vagyok, ez az. Jackson. Van. Még jó, hogy nem lát. Széért. Miben volt? Tudja, hogy most vissza kell mennem, majd figyeld meg. Vissza kell most mennem a izé a feszítő vasért. Figyeld majd, figyeld. 100%. Nem baj, most legalább itt körbenézek, hogy mi a helyzet. Ez kell itt. Azt ki kéne ugrani. Máshova kell. Ezt miért zárta be? Itt volt ez a könyv. Csakor ide kell nekem valami. Itt hiányzik egy valami. Ja, mert meghaltam. És visszazárja automatikusan az ajtókat, értem? Hopró. Mi a pöcs? Csak úgy megjelent, érde megjelent. Látod velem szemben valahogy. I just want to go back.
if those bags aren't what I think they are. Rajta taposok valami, hallottan, nem baj, belefér, belefér. Okay. What's behind door number? It's locked. An attic. Maybe I can find something to reach up there. What the hell was that? Mit beszél ez össze-vissza, ez hülye, mert be van bolondulva, meg van holdettom. Mindegy, elhozom magammal a izét, feszítővasat. Másra már nem tudok gondolni, ami kéne. Szerintem anyukád meg apukád imádja ezt a live-ot. Szerintem ez a kedvenc. Szerintem ez a kedvenc live-ja anyukádnak meg apukádnak. Mert itt végre kussolok. Én ebben 100%-ig biztos vagyok, hogy anyukád és apukád imádja ezt a live-ot. Bazd meg! Nem tudom, hogy hova kell a feszítővas. Nem láttam semmi olyan dolgot, amit esetleg ki kéne feszíteni, vagy valami, de másra már nem tudok gondolni. A feszítővasra nem tudok körbe menni, ezért gondoltam, ki kell egyetni azt az ajtót, hogy a feszítővasat eljuttassam egy olyan helyre. Ah, ott van, s. Ott jön megint. Megint ott jön. Ott van. Azt lenne, ha jó, hogyha olyan messzire... Állj, nem jó, megint megállt. Ez, ahogy elszaladt, forrandom, imádom. Akkor nem tudom, mit csinál. Hallok emberi hangokat. Hello? This looks familiar. I feel like I've been here before. Am I going in circles? Maradjál már csömbbe. Bocs, hogy nem nézem a csetet, de most éppen a Michael Jackson-t próbálom megakadályozni abban, hogy megcabálja a seggemet. Bent van a szobában, az lenne jó, hogyha erre menne. Ez az, gyere, póz, Michael, póz. De ne gyere már, erre gyere már! Bevárunkva vagy nem? Á, köszönöm szépen Rebudó Martino a 200 forintot, köszönöm szépen! Természetesen mindent hangosan fogok beolvasni, ahogy ígértem! Váhú!
Srácok, bármi ötletetek van, hogy hova kell a feszítővas? Itt van egy ajtó, de ezt nem lehet kinyitni. Itt pedig körbe jövök. Oh shit! Nem tudom, hogy hova kell menni. Biztos, hogy a feszítővas kell valahova, csak nem tudom, hogy hova. És talán most nem hal meg engem, mert távol kell, hogy legyünk egymástól. Amúgy nagyon extrém fokozaton milyen lehet ez a játék. Valamelyik szobába kell tudni valamit csinálni. De mit? Miért nem lehet bebújni? Csak ugyanazt mondja. Akkor viszont nem tudom. Pokol, Owen, pokol. De aranyos vagy. Bocsánat, hogy nem tudok beszélni, esküszöm. De nem beszéltek. Kussolj már! Okay. Nem hiszem el ezt a rohadt karaktert! Állandóan csak pofáz! Megdöglök.
idióta. Easy. Easy. That's surprising. Hát ez elég easy volt. Hát ez elég easy volt, Domokos Virág, jó játékot Peti chatben, mert hihi meghallja. Hát... ezt látod, mit ért vele. Egy óráig így... Kung Fu Kacsa, köszönöm szépen a 200 forintot neked is, Kung Fu Kacsa. Köszönöm szépen. De most srácok, tényleg nem tudom, mit kell csinálni ezzel a crowbarral, a gyerekek. Én nem tudom, már össze-vissza futkora... Ebben a helyben bízok már csak. I just need to update my to-do list. Okay. Get out of this mansion. It's now priority number one. Gyerekek, nem tudom, mit kell csinálni ezzel a rohadt krópárral. Egy olyan ajtó sem volt, amíg... Várjál. Szépen megoldottam azt a helyzetet, azért nem. Simán megoldottam. Rolcsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a kokkonosi tagságot. Neked is, kedves Rolcsi, köszönöm, hogy te is itt vagy velünk. Ez tök jó fejtőled, kösz szépen. Itt meg semmi nincsen, és köszönöm szépen Domokos Virágnak is a tier 1-et. Anyád! Ja, padlás! Padlás! Kösz szépen, tesó! Padlás! Köszi, köszi, Yoshi! Szóval van egy padlás, azt kell nekem megtalálni! Köszönöm szépen! Oké, keresünk padlást! Padlás, padlás! Mint hogyha tényleg láttam volna valahol egy padlást. De hol? Megtaláljuk! Megkeressük együtt! Csöndben! De tényleg csöndben, srácok! Home.
I just want to go back. Jók vagyunk. Most oda kell menni ahhoz a karos szobához. Köszönöm szépen, Rolcsi, az etonyapos tagságot. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Érezd jól magad. Isztenek, de ne nézzétek inkább meg. Azt ne. Azt most mit csináljak? Oké. Most van áram. Hát nem valami sok. Ó, most zöld lett az ajtó. Let's go. Josi kurva vicces tényleg, hahaha, Josi, de vicces volt. I just need to update my to-do list. Okay, you ready to switch? It's now priority number one. Okay, it says. Valahogy ki kéne nyitni az összes ajtómat. Csak valamelyik visszazárja, aha. Baszki. Visszazárja ezt. Valaki jó egy ilyen játékban?
Húha. Tudom, az összes ajtót ki kéne nyitnom, de ide nem tud bejönni Michael szerintem. Aha, ezt visszazárja. Ezt kinyitja, bezárja. Hát de az a baj, hogy tudni kéne, hogy hogy nyitott ki az összeset. Ez kettőt nyit, ez hármat. Azt a mindenit. Ez nehéz lesz. Ez valamelyiket nyitja? Ez... Újjúj! Tudod mit? Nem szórakozunk, bezárjuk az összeset. De már bezárni sem tudom az összeset. Az egyiket kinyitja! Még kellett bezárni mindet? Ti! Zárd be! Nem tudom bezárni az összes ajtót. Szívesen, megcsináltam. Tudja a tököm, hogy csináltam. Oké. Mi van a lámpámmal? Az ott mi? Tök jó. Oké, van nálam egy kulcs, viszont lemerült az elemem, vagy itt nem tudok világítani? Ajaj, oké. Most vissza kéne jutnom. Ez az. Ne! Baszki! Ne már! De! Felmentünk a szájra és ott tette meg a seggel. Mondd azt, hogy nem előről kezdem? Jézus. Thank you. Én is ezt mondom. Megette a seggemet az ágyon. Mekkora ember! Láttad? Oké, no para. Great. What the hell was that? So, he was saying with that initial substitution, my eternal youth wouldn't be sustained. El tudok bújni a kádba. Találtam még egy kulcsot. Nem tudom most merre kell menni. Ja, de tudom, és nem erre. Yes! Ez az! Megcsináltam a chapter 1-et!
Woo! Very good, very good. Yeah. Hú-hú, ez az. Yeah. Chapter 2. Oh my god. Chapter 2. Chapter 2. A glimpse of hope. Chapter 2. That's surprising. Oh yeah. Chapter 2. The glimpse, the glimpse, the glimpse. Ez van a Chapter 2-nél, srácok. Köszönöm szépen Pite a kokonosi tagságot. Nagyon szépen köszönöm Pitének is. Most itt van már? Ez itt valami nagyobb pálya lehet. Szóval hány chapter-ös ez a játék? Chapter 2. De kapcsoló a falon. Ott már valami világít. De az a jó, hogy amit itt emek világítanak. Azt adom. Kék. What's behind the door number? It's locked. No problem. Megoldjuk. Szóval itt erre nem lehet menni sem. Aj, csak elbújni lehet. Oké. Okay. Jók vagyunk. Jók vagyunk. Nem tudom, hogy már itt van-e. Lehet, hogy még nincs. Lassan közlekedünk. Oké. Okay. Nem akarok húrani. Nem tudom, hogy itt van-e már és hall. Uff. Ó. Oh. Bro, semmit nem látok, de szerintem megfogtam egy nagy órának amúgy a mutatóját. Egy óra, kaptam egy teljesítményt. Milyen egy óra? Someone was in a hurry to leave. I wonder why. Aha, tudja, hogy oda kell. Hát ez a nagy óra. This clock is missing something. This clock is. Még hiányzik a másik. A kisebbik. És ott egy ilyen 9-es. Szerintem úgy kell beállítani majd az időt amúgy. Mi az 9? Itt van egy 9, vagy ez egy 6-os? Az a baj, nem, szerintem ez inkább 9-es. Hm. Keressük meg a másikat. Köszönöm szépen Geri a kokonosi tagságot! Ez mi volt? Vagy ahogy Andi mondaná, mi ez?! Babu, hihihi, babu, call the pool, hihihi, police. Nem tudom ezekből mennyi van, de már egy párat gyűjtöttem. Be lehet az alá menni, mond léci. Igen, ez az. Ez hosszú, hosszú asztal. Az jó, az jó. Ez az, a konyhában, let's go. Tele patkánnyal. Ratatouille. Ugye alapvetően nincs itt semmi, tehát tudja, hogy az órát kell majd most beállítani. Egy 9-es vagy az 6-os. Ez be van zárva. Jó, akkor elmegyünk a másik cuccért, szerintem akkor fogom triggerelni az ellenfelet. Most még szerintem nem jön. Ugrok egyet, megnézzük. Jó, nem, ez az. Meghalt!
be fog ijeszteni, ugye? Nem merek oda menni. Oda menjek. Meghalt. Yes. Meghalt! Michael Jackson! Végre le tudom tíbegelni. Ha-ha! Hey, meg is érdemled, bra! Bocsánat. Ez a mikrofon volt. Let's go! Tuti mindjárt felé lett. Tüzes Michael Jackson lesz. Safe point. Akkor is hol kell beállítanom ezt az órát? Okay, nice. És most mi lesz a feladat? Ez ő maga. Ez Ayuwoki. Ez ő. Ez az. The tablet. Kék I think it's had more of an impact on me than anything else. I know this sounds crazy, but I feel as though it's gonna be... Második emelet. Let's go. What is this place? Ugye nem fog onnan kijönni. Ugye nem fog ilyen izé szellőzőket használva kijönni és megijeszteni? Már visszatért. Köszönöm szépen, kedves Takás Noel, az 1000 forintot. Nem tudom, miért küldöm, de egészségedbe, Petyus. Köszönöm szépen. Mi történt veled? És most mi a francot csináljak? Menj már innen! Menj már el! Olyan, mint a Predator. Menj már innen! Adjál Michael Jackson! A textúra! Michael, a textúra! Nem sikerült a Michael Jacksonnak a textúra! Oh my goodness! Michael! Jó, hát ez most valószínűleg már game over lesz, mert nem fog kiengedni innen. Jó van, edd meg a seggem. De tényleg a kábel miatt nem tudsz megölni? Hát milyen Michael Jackson? Amúgy én sem tudok kimenni, nagyon. Azok az ordibálások a csávomnál, így így félig meddig még tetszik is neki, hogy Michael Jackson megette a segét. Köszönöm szépen, Takás Noel, hogy te is tag lettél. Most megint mehetek a kékér.
My God. Úristen. Sprinten van, legalább azt, hogy tesztem. Köszönöm szépen, Noel, amúgy még egyszer. Jesszus Mária! Kicsit jobb lett a füle, nem tudom, ki morzsolódott a füle, vagy... Ja nem, ez egy kód lesz. Köszönöm szépen Áron Bohács csak 200 forintot, köszönöm szépen mindenkinek, ssss! Köszönöm szépen Csaba Modos, köszönöm neked is! Basszus. Te megvan egy kulcs, de viszont nem tudom, hogy a szóval kell! Meg kell találnunk a szobát! A szobát kell meg... Ezt miért mondtam ilyen arabul? Meg kell találnunk a szobát! PORC! Michael, nem csinálj a fókén! Tere! Az a nem csak elnő cipő, nagyon adja amúgy. Tereo! Tereo! Te! Tad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 
van? Hola? Téged hívlak, Michael Jackson. Michael Jackson, kereslek. A mondokomban, én Suite-ban voltam, a keresem velem folytatott képek. Mondokonom voltam, Michael Jackson, kereslek. Ismétlem, kettes bejáratnál Michael Jackson, keressük. Köszönöm szépen. Meghallotta, hogy a lábujjamba a köröm így egy picit így Slegeci? Vagy mit hallothatott meg? Köszönöm szépen Bálint Konstantinszky a 3 hónapot, nagyon szépen köszönöm. De mit hallhatott meg a kis körmöm aljának is piszok így? Vagy mi? Ezt most hova kell ez a kulcs? Nem tudom. Mi volt? Már a falon futottam így. Én voltam. Most jött a rendőrség, érted?
Ezt közben beszéltem a rendőrök, az úgy haltam meg, így hey, lock a PD. Ha futottam a falon így. Mit hallott meg? Kap be! Hallod, a széjjel vágta a seg... Nem tudom. Ah, my god, oké, akkor nem fel kell menni. Legalább megnéztem az ajtókat, most már tudom. Úgy lefele, let's go. Wow! Wow! Kommandós! Azt a rohadt élet, ez az csémá, de... Most csak komolyan mondom, meg fogok állni, ha jön. Akkor is megöl, ha megállok egy helybe, szerinted? Most rásmintelek! Mit csinál? Ez milyen pókpóz, Granny? Sosem megy el. Ha jól beszélek, akkor meg főleg nem. Thank you.
nyomorék ez az ember amúgy. Esküszöm. Victoria, köszönöm szépen a két hónapos tagságot, kedves Victoria and Rudy! Nem bírom baszki oda menni, ahova akarok. Ugye Jackson. Rutta öcsém ez az ember! Tadjál már! Szerintem itt meg már nem tudok csinálni semmit. Ha csak nincs itt egy secret room. Szerintem oda kell bemennem. It's luggage by the door. Someone was in a hurry to leave. I wonder why. Ez az. And rats, oh my. Ennek olyan sasfile van, mint a Granny-nek. Ennek olyan! Azt a kurva, mekkora kolbász.
de benyomnám magamnak azt a rohadt. Ez az. Remélem most már megmenekülök. Nagyon szeretnék most már megmenekülni. Hát nem úgy néz ki, mint aki meg fog menekülni. Bassza meg! Most már mehetek vissza megint. Ez most komoly. Ez most honnan, melyik ajtóhoz kell mennem vajon? Ah, my god, pedig azt hittem, hogy már megmenekülök, de nem. Egy másik kulcsot találtam, de most nem tudom, hogy hova kell menni. Nem baj, nem baj. Semmi gond. Elkapjuk, simán elkapjuk. Ah, oh, ez az, kolbász. Oh, yeah. Az a baj, csinált, hogy finganom kell. És nem merek. Fire! No, no, I need to get out of here. Oh my god. Oh my god, yes. Yes! Át akartam bújni! Ah, bro! Könyörgöm, ne kelljen megint felvennem a kulcsot, kérlek! Csak a kulcsot ne kelljen felvennem, jó? Te most szivatsz engem? Most ide kusszak be... Ah, my god! Miért nem lehetett akkor csinálni egy resta... vagy egy izét, egy checkpointot, amikor már felvettem és kikúsztam ebből a féreglyukból? Most kajak, le kell mennem a kulcsért, és igen, tényleg le kell mennem, aztán vissza! Nem lehetett volna út előtte, vagy kijutottam, és akkor... Á, mindegy, jó, semmi baj. Ott a kulcs. Most itt van. Most más helyen volt, vagy mi? Jó, hát mindegy, nem probléma. Az a baj, most semmi fogalmam nincs arról, hogy hova kell menni. Van még... Szerintem most kell azt az ajtót, nem? Amiket próbáltam, vagy lehet, hogy most kell felmenni a második emeletre. Ide bebújik, hallod? Kicsit lehet megijedek. De most már maradjunk csömbbe. Most már csömbbe kell maradni. Fire! No, no, I need to get out of here. Oké, man. Yes! Yeah! De jól gondoltam, hogy erre kell jönni. Hú, de jó, hogy nem mentem fel a második emeletre. Guys! Yes! Yeah, 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 yeah! Oh, yeah! Oh, yeah!
the Fall, chapter 3. Oh my god, erről van szó! Pedig már a rendőrök is itt voltak a helyszínen, és nem tudtak csinálni semmit. Erről van szó. Húú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 ú
szerintem tökéletes volt. Hoppá, mint ha tudnám automatikusan. Oké, oké, gyorsan, gyorsan. Jön. Baszkész, jön. What the fuck? Hogy? Menj már innen, halad, átment a textúrán az ember, a textúra! Amit? Szerintem ez kell, csak... Nem tudom, hogy hova. Oké, oké. Oké, ez jó volt Jackótól. Jackótól menekülési. Ez valami papír, vagy nem tudom, kártya. Azt tudod, hogy így szembe jön velem, akkor gatyarodj. Ezt remélem tudod, kedves chat. Akartam bújni, de azt hittem, hogy az egy jó búvóhely, de nem, egy fos volt. Oké, most futás. Kártya! Hol a kártya? Ááá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 
Jó, akkor is le kell sprintelni. Le kell sprintelni. Go. Itt a kártya. Jó fej. Let's go. Köszönöm szépen, Boglárka Farkas, a 200 forintot. El kéne bújni. Nincs ott búvóhely! Jó, hányszor fog még engem kiperezni? Jó, léci, add ide még egyszer a kártyát, én nem már tudom. Léci, kártyát add ide. Hol a kártya? Nem adod ide? Baszki! Lehet, hogy ott van a kártya, ahol meghaltam. Tehát nem ott haltam meg először. Oké, go! A
kártya. Lassan felveszem. Lassan. Oh yes. Köszönöm szépen, Gavegy, a kokonosit. Nagyon szépen köszönöm. Mi a tökömre léptem rá? De mi volt ez a klaká? Mi? A nemecsek elnő cipőm egyszerűen így... Érted? Azt vissza kell vinni. Ez egy szar cipő. Ott van egy izé. Ezt felveszem. Ne! Mekkora csókszlem. Ez az. Let's go. Megette a patkányt. Nem veszi fel. Mi ez a cipő? Klaká! 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 Ilyet ad ki a cipőm full indokolatlanul. Dobnám ki a picsába ezt a rohadt cipőt! Klaká! 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 Direkt lassan, halkan megyek, érted? Lassan, halkan. Ezek...
Andrés, ne már! Ne már annyira koncentrálok, hogy meglegyen! Is that... what? It can't be. Boss! Yes! Oh, thanks. Köszi! Ah, csónakozunk! Ha yeah! Ez kedves! Ha nem a halálba viszel, akkor mehet felőlem. Most nem tudom, hova megyünk, valahova megyünk. Ott egy szem. Azok ott szemek. Nem látom egész pontosan, mert nagyon sötét a játék, de tetszik. Most mi a franc? Hogy kerültem én egy ilyen helyre? Mi ez? Ezek tényleg szemek. És követnek engem. Durca. És így húzza. Wow. The Ferryman. Köszönöm szépen, Ferry. Ismerlek, tudom, hogy mi a dolgod, a halottakat viszed át a túlpartra, de tök jó. De én nem haltam meg, vagy meghaltam? Hát nem tudom. Azt sem vagyok, abban sem vagyok biztos, hogy jó felé jövök. De rohadt jó felé jövök. De a lehető, a világ legjobb helyre jöttem. A világ legjobb helyre jöttem, ahol szétveszítik Péter seggét, és... Aha. Csak tessék, falatozz a seggemből, elég nagy, mindenkinek jut egy falat, egész nyugodtan, gyerünk, gyerünk!
veletek mi van? Jó vagytok? Erős volt a buli, mi? És menjek tovább? Vagy itt kell valamit csinálni? Nem tudom, tovább megyek. Valamit csinálom velük. Most itt tök nyugodtan így. Efe csinálj egy vokkét. Csinálj egy slagdénz. Tadam vokkét standa. Tadam sargani fliklész. Tadam klaklaksz. Tadam klaklaklaklá. Tadam klaklá. Ennyi volt így. Jackson. Nem tudok hátra menni teljesen, de ennyi volt, srácok. Na jó van, srácok, én azt mondom, hogy legyen ennyi elég mára. Bőven elég volt a Michael Jacksonban és a hangtalan játékból, mert már annyira idegesített, hogy nem tudok beszélni. És egy jó Hardy Body vagy valami. Oh my god, egy 2-3-nál abba hagytam, szerintem már nem kellett volna sok a végére, de sajnos nincs több időm, nagyon live van, és srácok, bocsánatot kérek. Legközelebb majd, már nem ez a játék, hamarabb kezdem a live-ot, hogy többet tudjunk vele foglalkozni. Ennyi szerintem bőven elég volt ebből a játékból, amúgy rengeteg élményben gazdagodtam. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, én ezt most már nem próbálom újra, nem tudom mennyi chapter van, meg ilyesmi. Holnap nem tudom, hogy live lesz-e, lehet, nem biztos. Ha lehet, akkor lehet, hogy Genshin live lesz. De pénteken mindenképpen Garden of Benben chapter 3, nagyon sok szeretettel vállak majd benne arra az élőadásra. És ha nem néztétek meg a vlog csatornán a videót, mindenképpen kélek szépen nézzétek meg, hogy ha nem nagy kérés. Chapter 3, igazából eljutottunk a harmadik chapterig, nagyon jók vagyunk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és hát ha tudtok még hasonló horror játékokat, ami nem volt még a csatornán, azt mindenféleképpen jelezzétek nekem. És hát nagyon vigyázzatok magatokra, és addig is vigyázzatok egymásra, a családra, a barátokra, mindenkire, úgyhogy én most elköszönök, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a további kellemes estét mindenkinek! De jó végre beszélni és nem csöndben maradni. Oh my god. Sziasztok guys, hi.